Több mint 15 millió forint ráfordítással lehetne a régi úszadaépületét épületét annyira felújítani, hogy ott rekreációs központ működhessen, legalábbis az önkormányzati tulajdonú Szexádi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője szerint. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke viszont azt mondja, ennél jóval olcsóbb ajánlatot is kaptak, ezért valószínűleg külső cég végzi majd a munkát a bizottsági tagok hétfői döntése nyomán. Az épülő új úszoda épülete szintén téma volt a bizottsági ülésen. A tagok azzal kapcsolatban abban állapodtak hogy független igazságügyi szakértőt bíznak meg, akinek az lesz a feladata, hogy felmérje pontosan milyen állapotban van az épület, valamint arról is döntöttek, hogy azt tanácsolják a közgyűlésnek, hogy a város szerződésbontás esetén se mondjon le a kötbérről. A fogorvosi ügyeleti díj is napi renden volt, eddig a szexárdiak mellett több környező település lakói is ingyenesen vehették igénybe a szolgáltatást, a díjat viszont teljes egészében a Tolnai megye önkormányzata fizette. Most a város ezért megkeresi az érintett falvak vezetőit, hogy a lakosság számoz arányítva fizessenek ők is a költségekbe. Több egyesület és alapítvány támogatásáról is tárgyaltak a bizottság tagjai, ezekről viszont most nem döntöttek, mert mint mondták, még nincs a városnak elfogadott költségvetése, így nem tudják, mennyi pénzből kell gazdálkodni az önkormányzatnak 2020-ban.